Ismét a magyar jogállamiságról vitáztak a Libe bizottságban. A kormány szerint boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen. Az ünnepek idején is szükség van a véradókra. Karácsony előtt és után 400 helyszínen lesz lehetőség segíteni. Nem csillapodnak a bozótüzek Ausztráliában, a kánikula csak tovább ront a helyzeten, a meleg rekord is megdőlhet. És a legjobb 10 közé került az Akik maradtak az idegen nyelvű film kategóriában. A következő rosta január közepén lesz. Ez már a Híradó délben, Radnai Csaba vagyok. Jó napot kívánok! A befektetés ösztönzések folytatása és a gazdasági növekedés megőrzése volt a két fő téma a versenyképességi tanács mai ülésén. Varga Mihály a találkozó után azt mondta, hogy olyan kérdéseket vizsgáltak, amelyek jövőre akár az új gazdaságvédelmi akciótervbe is beilleszthetők. Ilyen például a foglalkoztatás további javítása, a vállalkozások indítása, valamint a lakhatás támogatása. Az a célunk, hogy a következő időszakban is legalább 2% ponttal magasabb gazdasági növekedés valósuljon meg Magyarországon, mint az Európai Unió átlagában. A cél tehát az, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv már elfogadott intézkedései után, amelyeknek egy része január 1-ével fog majd hatályba lépni, az év első felében, valamikor február és március környékén el tudjunk indítani egy olyan akció sorozatot, egy olyan lépés sorozatot, amelyik a gazdasági növekedés megtartását tűzi ki célul. A kormány idén összesen 65 milliárd forinttal segítette az 5000 fő alatti településeket. A Magyar Falu program 5000 fő alatti alprogramjának célja az életminőség javítása. A pénzből közösségi tereket, óvodákat, szolgálati lakásokat és orvosi rendelőket építettek vagy újítottak fel, illetve a temetői fejlesztések mellett több száz tanya és falugondnoki buszt állítottak szolgálatba. Fűnyírás után azt a munkagépet takarítja Farkas Miklós, amelyet a Magyar Falu program segítségével vásárolt csataszög. Vérnyomásmérőt, szaturációmérőt. Itt pedig már azokat a műszereket mutatja a település polgármestere, amelyekkel az orvosi rendelőt fejlesztették, ugyancsak kormányzati forrásból. Csataszög csaknem 14 millió forint támogatást kapott tavasz óta a Magyar Falu programban. Egy akadálymentesített mikrobuszt is vásároltak. A mikrobusszal meg tudjuk valósítani a gyógyszerbeszerzést, bevásárlást, szakorvosi ellátáshoz való szállítást teljes körben tudunk nekik segíteni. Bölcsődébe tudjuk átvinni a gyerekeket oda-vissza, hogy nem kell fagyoskodni. Babaházzal játszanak a gyerekek a Kaposszerdahelyi óvodában. Korábban már önerőből és kormányzati forrásból felújították az épületet, kicserélték a nyílászárókat, és új tornatermet is kaptak a gyerekek. A Magyar Falu program 5 millió forintos támogatásából pedig tavasszal az udvari játszóteret is korszerűsítik. Ez abból áll, hogy a fönti játszótér kap egy vizes árkot, úgynevezett öv vizes árkot, amit le fogunk vezetni az alsó csapadékvizelvezető árokba, illetve alul kap egy rácsos árkot, és a domboldalak pedig ilyen kókuszrostos és egyéb megerősítést kapnak, hogy ne folyjon meg a víz által. A február végén elindított programban három területre, a falusi családi otthonteremtési kedvezményre, a mellékutak felújítására és a helyi életminőséget javító intézkedésekre fordítható támogatásokra pályázhattak az 5000 lakosnál alacsonyabb lélekszámú települések és lakosaik, illetve az egyházközségek. A program költségvetése idén 150 milliárd forint volt. Ezt tisztán hazai költségvetési forrásból finanszírozzuk. A jogosult 2900 település több mint 97%-a nyújtott be pályázatot tavasz óta. A helyi életminőséget javító intézkedésekre fordítható támogatások pályázataiból 5300-nál is több volt sikeres. Idén, illetve a jövő év elején mintegy 1000 közösségi teret, 190 rendelőt, több mint 100 szolgálati lakást, 870 óvodát építenek vagy korszerűsítenek, illetve több száz tanya és falugondoki buszt állítanak szolgálatba. Annak köszönhetően, hogy soha nem látott forrástömeg állt rendelkezésre ebben az alprogramban a falvak számára, a különböző fejlesztéseik elindítására. Ennek köszönhetően nagyon komoly eredmény az, hogy a pályázók 86%-a nyert is valamilyen támogatást. A Magyar Falu program folytatódik. Hamarosan közzéteszik a 2020-as támogatási területeket, amelyek az eddigiek mellett új elemekkel is bővülnek. Egyre több biztonsági kockázat jelenik meg Európában és a világban. A Magyar Honvédségnek felkészültnek kell lennie, hogy megőrizze és biztosítani tudja a békét. Erről a honvédelmi miniszter beszélt Budapesten. Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy Magyarország számára az egyik fő kihívást az instabil államok jelentik.
sokszor túl... nem másból áll, mint az instabil államokban végbe menő, mondjam úgy, hogy követhetetlen öldöklések, mészárlások. Az ebből adódó illegális, tömeges illegális migráció. A terrortámadások kérdése. A Nyugat-Balkán biztonsága, mint szomszédos országok biztonsága Magyarország számára. Ezek jelentik Magyarország számára a nagyobb kihívást, a nagyobb veszélyt. Hazatért a magyar légierő 12 gripenje Kecskebétre. A vadászgépek fél évig Pápán állomásoztak, onnan hajtották végre a feladataikat, valamint a balti államok légterének védelmét. Azért kellett költözniük, mert a kecskeméti repülőteret felújították, korszerűbb lett a kifutópálya és a fénytechnika, így ezután már civil gépek fogadására is alkalmas. Ahogy Pápára áttelepültünk, a fegyveres légvédelmi készültséget Pápáról adtuk nem csak Magyarország, hanem Szlovénia légterében is, valamint a szárazföldi csapatoknak a támogatása továbbra is ment itthon. Olyan gyakorlatokon vettünk részt, mind Magyarországon, mind Csehországban, mind Szlovéniában, ami kifejezetten a szárazföldi csapatok támogatását segítette. Mesterházy Attila alelnököt kérte fel a NATO parlament elnöki teendőinek ellátására a szövetség parlamenti közgyűlésének vezetése. Mesterházy Attila a következő egy évben vezetheti a testületet, ahol több mint 50 ország parlamentjének csaknem 300 képviselője van jelen. A véradás és a vérkészítmények nélkülözhetetlen elemei a nemzeti egészségügyi programoknak, ezt hangsúlyozta az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár egy budapesti rendezvényen, ahol a véradás fontosságára hívták fel a figyelmet. Csányi Péter hangsúlyozta azt is, hogy az országos vérellátó szolgálatnak és a véradóknak köszönhetően naponta mintegy 1800 véradás történik az országban. Évente véradásra mintegy 260 ezer honfitársunk jelentkezik. Mostani összejövetelünknek, rendezvénynek az a célja, hogy a karácsonyra készülődve az advent időszakában biztassunk minél több honfitársunkat, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és az ünnepek előtt vegyen részt a véradásban. Egy hét telt el, és ismét a magyar jogállamiság miatt aggódtak uniós politikusok. Múlt héten az általános ügyek tanácsában, most pedig az Európai Parlament Libe bizottságában került napirendre, immár sokadjára a téma. A testület ülésén az ügyben illetékes finn miniszter tájékoztatta a képviselőket a múlt héten történtekről. A magyar ellenzéki képviselők megragadták az alkalmat, hogy bírálják a kormányt. Hídvégi Balázs fideszes LP képviselő szerint a Magyarországgal szemben indított eljárás teljes mértékben elfogult és értelmetlen, politikai támadásként kezdődött és boszorkányüldözésé vált. Egy hét után ismét a magyar jogállamiság volt a téma az Unióban. Most az Európai Parlament állampolgári jogok, bel- és igazságügyi, röviden Libe bizottsága vette újból napirendre a kérdést. A finn Európa ügyi miniszter tájékoztatta a képviselőket a hetes cikk szerinti eljáráshoz kapcsolódó múltkedi meghallgatásról. Az Európai Parlament tavaly szeptemberben a sargentini jelentés elfogadásával indította el Magyarországgal szemben a legszigorúbb büntetést, a hetes cikk szerinti eljárást. Titti Tuppurainen most azt a csapkodás közepette közölte, hogy mindenképpen napirenden akarják tartani az ügyet. A szerződés második cikke kimondja, hogy a jogállamiság az EU alapja, ezért vagyunk ennyire fáradhatatlanok ebben a kérdésben, hangsúlyozta a finn miniszter. Erre még nagyjából két hete van a finneknek, mert januártól Horvátország veszi át a soros elnökséget. A miniszter felszólalása egyébként olaj volt a tűzre. A Magyarországgal szemben eddig is kritikus képviselők katasztrófát vizionáltak Magyarországon. A jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat megerőszakolják és meggyilkolják. A tagállamok pedig csak állnak, és még csak az ujjukat sem emelik fel, hangoztatta a liberális Sophie Inetveld. A magyar ellenzéki képviselők is annak a véleményüknek adtak hangot, hogy otthon nagy a baj. Mind a szabad önkormányzatokat, szabad színházakat, szabad könyvkiadást, és még hosszú listát sorolhatnék föl, támadott meg újabban
a Fidesz kormány. A Momentumos Donát Anna szerint is a kormány legutóbbi intézkedései is értik a jogállamiságot. Azt kérdezte, hogy mit tesz majd az Unió az ügyben. Jadwiga Wisniewska lengyel konzervatív képviselő politikai támadásnak tartja az uniós eljárást, ami hazája és Magyarország ellen indult. A hetes cikk politikai fegyver, amivel egyes kormányokat tartanak sakban. Ezeket a kormányokat azért nem tartják megbízhatónak, mert nem az ő vonalukat követik, mondta a politikus. A fideszes Hídvégi Balázs szerint az eljárás boszorkányüldözésé vált. Ahogy a felszólalások többségét hallgatom, úgy érzem, mintha baloldali inkvizítorok előtt ülnék, ami elképesztő, és csak ismételni szeretném egyik kollégámat, aki komolyságra szólított fel. A Magyarország elleni eljárás teljes mértékben elfogult és értelmetlen. Politikai támadásként kezdődött és boszorkányüldözésé vált. A magyar kormány minden vádat tisztázott több alkalommal is, és mindig nyitott volt a párbeszédre, és az is marad, hangsúlyozta Hídvégi Balázs. Hozzátette, ez az eljárás nem jogi tényeken alapul, hanem jogi köntösbe bújtatott fegyver, hogy bírálja a magyar kormány kemény migrációs politikáját és keresztény konzervatív világnézetét. Azt mondta, a valódi téma, amiről a bizottságban beszélni kellene, Málta és egy helyi újságíró meggyilkolása, amit a héten a szocialista frakció megpróbált levenni a napirendről. Délelőtt az Európai Parlamentben végül elkezdődött a máltai jogállamiságról szóló vita. Átfogó vizsgálatot kezdeményez a győri gyerekgyilkosság ügyében az igazságügyi miniszter. Ezt közösségi oldalán jelentette be Varga Judit. Ki szeretné deríteni, hogy mulasztott-e bármelyik állami szerv vagy annak alkalmazottja? És őszinte részvétét fejezi ki az édesanyának és az egész családnak. Hozzáteszi, hogy visszautasítja, hogy két gyermek borzalmas halálát alantas politikai haszonszerzésre akarják felhasználni. Összeférhetetlenség miatt nem is tárgyalhatta volna a szegedi törvényszék a Szevi épügyet, erről írta a pestisrácok.hu. A portál szerint ugyanis ugyanúgy hívják az ügyben eljáró bírói tanács egyik tagját és egy szegedi építőipari cég egyik társtulajdonosát. Ráadásul a vállalkozás több megbízást is kapott a szegedi önkormányzattól éppen a Szevi épügy tárgyalása előtt. A törvényszék másodfokon felmentette az egykori építőipari cég összes vádlottját. Az országos bírói hivatal vizsgálatot rendelt el az esetleges összeférhetetlenségi ügyben. Bűnös, társtettesként elkövetett csődbűncselekmény büntettében. Egy éve még bűnösnek találták a korábban útépítéssel és magasépítéssel is foglalkozó Szevijép ZRT 3 vezetőjét. Összesen 16 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte őket a szegedi járásbíróság. A Szevijép a szocialista kormányok idején Szeged egyik legsikeresebb építési vállalkozása volt, milliárdos beruházásokban vett részt. Az elsőfokú ítélet szerint a cégvezetői észszerűtlenül jelentős mennyiségű kölcsönöket adtak cégeknek úgy, hogy a hitelek visszafizetésére nem volt reális esély. A Szevijép ezután hamarosan csődbe is ment. A kintlévőségek miatt nem tudták kivizetni az alvállalkozóikat. 443 családot károsítottak meg, összességében 10 milliárd forinttal. A bíróság első fokon különösen jelentős mértékű vagyoncsökkenést eredményező csődbüntet miatt ítélte el a Szevijép vezetőit. Néhány napja megszületett a másodfokú ítélet is. A járásbírósággal ellentétben a szegedi törvényszék bizonyíték hiányában felmentette a vádlottakat. A pestisrácok most azt írja, a szegedi törvényszék összeférhetetlenség miatt nem is tárgyalhatta volna az ügyet. A háromfős törvényszéki bírói tanács egyik tagjának építőipari vállalkozása ugyanis komoly megbízásokat kaphatott a szegedi önkormányzattól az utóbbi években. Ugyanattól a Botka László vezette önkormányzattól, amely, ahogy a portál fogalmaz, a Szevijépet is kitömte pénzzel. A portál szerint ugyanúgy hívják az ügyben eljáró bírói tanács egyik tagját és egy szegedi építőipari cég egyik társtulajdonosát. A pestisrácok arról ír, Nové Ágnes férjével közös cége a Szevijéper idején elnyert például egy majdnem 1 milliárdos megbízást egy konzorcium tagjaként. Irodaépítése ők kaptak meg egy 51 millió forintos beruházást, később 2,5 millió forintért szintén őket bízták meg az egyik szegedi óvoda tető cseréjével is. A pestisrácok.hu szerint a cég éves bevétele korábban soha nem volt annyi, mint amit egy év alatt a Botka László vezette önkormányzattól kaptak a másodfokú Szevijéper előtt.
Az ügyben megkerestük a szegedi törvényszéket. Többek között azt szerettük volna megtudni, hogy nem tartják-e aggályosnak, hogy a Szevi Ép ügyben eljáró bírói tanács egyik tagja, sajtóhírek szerint, egy olyan cég tulajdonosa lehet, amely több építőipari megbízást is kapott a szegedi önkormányzattól. És ennek fényében, hogy látják, mentes-e a befolyástól a Szevi Ép vezetőket felmentő ítélet? Adásunkig nem kaptunk választ. Közben azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben az Országos Bírói Hivatal. Senyei György a pestisrácok.hu-nak azt írta, jelentéstételre és igazgatási vizsgálat lefolytatására kötelezte a szegedi törvényszék elnökét. Átadták a felújított jégtörőflottát. Az elmúlt két évben folyamatosan dolgoztak a 40 éves hajó korszerűsítésén. 22 darab jégtörő kapott új kabinfülkét, horgonyokat és a jégtöréshez szükséges modern felszereléseket is. A változékony időjárás miatt az enyhe telek mellett sokszor vannak kemény hidegek, amikor beállnak a folyók, ez pedig súlyos árvizekhez vezethet, ezért van szükség a korszerű jégtörőflottára. Erősen kellett kapaszkodni mindenkinek a jégtörő fedélzetén, amikor bemutatták, hogy mi történik ezen a több száz tonnás hajón, egy jeges folyón. A felújított Veselényi nevű hajó útjában most nem voltak jégtáblák, de ezzel a mozgással, hatalmas tömegének köszönhetően, akár 40 centi vastag jégen is áthatol. A most felújított hajókat továbbra is a kemény fagyok idején használják. 2000 lóerős hajók döngölő szerkezettel elkezdjük bontogatni alulról ezeket a jégtorlaszokat, és amikor már annyira megbontottuk, hogy a vízfolyás segítségével elindul a jégdugó, akkor ugye megszűnik a duzzasztó hatás, és elhárul az árvízveszély. Ezeket a csaknem 40 éves jégtörőket a Duna határon túli szakaszára is többször bevetették. 2017-ben Szerbiában így repesztették a jégtorlaszokat, és akadályoztak meg egy esetleges árvizet. A felújítás után most ismét a vízügyi kirendeltségek kikötőiben várakoznak majd. Annak köszönhetően, hogy itt vagyunk a Pannon-medencében, nálunk koncentráltan jelentkezik a jég, és nehezen akar kifolyni az országból, ezért szükséges ilyen méretű hajópark, ami ezt a jeget mozgásba tartja, hogy nehogy úgy járjunk, mint 1956-ban, ahol egy jégdugó miatt halálos balesetekkel járó többszöri töltésszakadásos árvíz volt. 63 éve jégtörőhajók híján csákánnyal és robbantásos módszerrel próbálták elkerülni a jég okozta áradást. Akkor nem sikerült, ezért hatalmas pusztítást végzett az árvíz. Azóta egy teljes jégtörőflotta jött létre, több mint 20 hajóval. Ezeket újították most fel. 22 darab jégtörő magában foglaló flotta teljes egészében felkészülten várhatja a 9 védekezésen kijelölt állomás helyén, Gönyűn, Siófokon, Baján, Tokajban, Tiszalökön, Tiszadobon, Kiskörén, Szegeden és Gyulán a védekezési időszakot. A mai napon kezdetét veszi az elsőfokú készenléti védekezési fokozat. Mostantól egészen március közepéig a jégtörők bármikor bevethetők a Dunán, a Tiszán és a Balatonon, sőt, szükség esetén határon túl is. A következő egy hétben azonban biztosan nem lesz rájuk szükség, ugyanis napokig 10 fok feletti nappali hőmérsékletek várhatók. Kiválasztották azokat a külföldi nyelviskolákat, amelyekben a kéthetes intenzív nyelvi kurzusokon vehetnek majd részt a 9. és 11. évfolyamos diákok a kormány nyelvtanulási programjában. Az Emberi Erőforrások minisztere azt mondta, hogy felmérték, hogy melyik külföldi intézmények felelnek meg a minőségi követelményeknek. Ezek listáját, illetve a kurzusok jellemzőit és helyszíneit közzétették az interneten. A diákok fejenként 2000 eurós, azaz több mint 650 ezer forintos támogatásra számíthatnak. Bővülni fog a nyelviskolák száma, hiszen január 15-ig még várjuk a külföldi partnereink jelentkezését, visszajelzését. Tehát, hogyha most elkezdi valaki ezt a honlapot megismerni, és a nyelviskolákat megismerni, tapasztalhatja azt, hogy esetleg néhány hét múlva olyan városok, olyan nyelviskolák is feltűnnek az oldalon, amikkel eddig még, vagy addig még nem találkozott. Várhatóan pénteken az új londoni alsóház elé kerül a Brexit megállapodás, erősítette meg a brit miniszterelnöki hivatal szóvivője. Múlt csütörtökön a Boris Johnson vezette konzervatív párt több mint 30 éve példátlan mértékű győzelmet aratott az előrehozott parlamenti választáson. Az új alsóház hivatalosan ma tartja alakuló ülését, majd csütörtökön II. Erzsébet királynő ismerteti a kormány törvényalkotási programját.
Jelentősen csökkenhet a brit közszolgálati televízió a BBC támogatása. Boris Johnson miniszterelnök és a konzervatív párt több képviselője szerint ugyanis a jelenlegi előfizetéses rendszer elavult. Első lépésként eltörölnék azt a büntetést, amit azokra szabnak ki, akik nem fizetik be a díjat. A kormányzó párt szerint a BBC már régen nem pártatlan, ahogyan ezt a választási kampányban többször is bebizonyította. We have been asking him for weeks now to give us a date, a time, a venue. As of now, none has been forthcoming. Hetek óta kérjük a miniszterelnököt, hogy jelöljön ki egy napot, órát és helyet, de ő mostanáig szóra sem méltatott bennünket. Így kezdte számunkérő monológiát a BBC politikai újságírója másfél héttel a választások előtt. A műsorvezető felrótta Boris Johnsonnak, hogy a választáson induló négy másik parlamenti párt elnökével szemben ő nem jelent meg a televízióban. Pedig, tette hozzá, ő már tudja, milyen keresztkérdések elé állítaná a konzervatív párt vezetőjét, ha nem futamodna meg a kihívás elől. Központi témánk a bizalom kérdése. Vajon miért állították kritikusai olyan sokszor a kormányfőről karrierje során, hogy megbízhatatlan? Folytatta a műsorvezető, majd provokatívan megjegyezte, Johnsonnak helyt kell állnia a világ nagyhatalmainak vezetővel szemben, csak nem riad vissza attól, hogy a műsorában megjelenjen. A szokatlan monológ még a BBC korábbi elnökénél is keverte a biztosítékot. Lord Grade azt írta, a műsorvezetőnek nem dolga, hogy nyilvánosan megalázza a politikusokat, ha azok élnek jogukkal és visszautasítanak egy interjúfelkérést. A BBC volt elnöke hozzátette, a műsorvezető súlyosan visszaélt helyzetével, és a brit közszolgálati televízió műsoridejét arra használta, hogy pártoskodjon és Johnsont alázza. Nem ez volt az egyetlen alkalom az elmúlt hetekben, amikor a brit közszolgálati csatorna műsorvezetőinek Johnsonnal szembeni elfogultsága a nézők számára is egyértelművé vált. Több mint 12 ezer panasz érkezett a BBC-hez egy december 1-én sugárzott interjú miatt, kétszer több, mint bármelyik másik műsor kapcsán. A tévénézők felrótták a műsorvezetőnek, hogy meg sem próbálta véka alá rejteni negatív véleményét Johnsonról. A konzervatív párt politikusai a kampányban többször jelezték, úgy érzik, a brit közszolgálati televízió nem is leplezi baloldali irányultságát és a kormánnyal szembeni elfogultságát. Nem csoda, hogy Boris Johnson egy kampányrendezvényen meglebegtette, ha újra választják, felülvizsgáltatja a BBC finanszírozását. Érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon észszerű-e hosszú távon is a jelenlegi modell szerint finanszírozni egy televíziót vagy médiaszervezetet, főleg úgy, hogy más szervezetek képesek magukat a piacról finanszírozni, mondta Boris Johnson. Hozzátette, a brit TV tulajdonosoktól beszedett évi 154 fontos hozzájárulás a BBC költségvetéséhez valójában nem más, mint egy általános adó, amelyet akkor is ki kell fizetniük, ha egyáltalán nem nézik a közszolgálati tévéadását. Ez pedig elgondolkodtató. A miniszterelnök most pedig bejelentette, kormánya már vizsgálja, hogyan törölhetné el az elmaradt licencdíjak után kiszabott büntetést. Jelenleg akár 1000 fontos pénzbírsággal is sújtatják azokat, akik nem fizetik be a BBC költségvetésének háromnegyedét adó díjat. Sokan úgy vélik, ezzel el is kezdődött a brit közszolgálati tévé finanszírozásának átalakítása. Továbbra is válságos a helyzet Ausztráliában, ahol a keleti és a nyugati partvidéken is bozott tüzek pusztítanak. Több mint 2000 tűzoltó küzd a lángokkal, ám a tűz rendkívül gyorsan terjed. Ráadásul a meteorológusok újabb hőhullámra figyelmeztetnek. Előrejelzések szerint megdőlhet az eddigi legmagasabb 50,7 Celsius fokos rekord, amelyet 1975-ben mértek az ország nyugati részén. Gomolygófüst és lángok borítják be az Új-Dél-Walesben található Kék-hegységet Ausztráliában. Az UNESCO világörökség részét képező nemzeti parkban és környékén több mint 2000 tűzoltó igyekszik megfékezni a lángok terjedését. Az oltásba tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. De még mindig több mint 400 ezer hektáron ég a bozót, és eddig 20 épület vált a lángok martalékává. A magasabban fekvő területeken hétfő óta 450 háztartásban nincs áram. A hatóságok tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, és arra figyelmeztették a családokat, hogy készüljenek fel, mert egyelőre nem várható javulás.
Senki se becsülje alá ezt a helyzetet. Készítse mindenki tervet arra az esetre, ha a bozott tűz az otthonukat fenyegetni. Ne várják meg, amíg a tűz ideír, magyarázta a regionális tűzoltóság helyettes parancsnoka. Egy 12 éves fiú a kutyájával együtt menekült el a bozott tűz elől. A kamasz egyedül volt, amikor a lángok már majdnem elérték a házukat. Az édesapja és a bátyja elment, hogy segítsen az oltásban. A kamasz megijedt, beült a testvére terepjárójába és elhajtott. Ám a nagy füstben eltévedt és pánikba esett. Az út szélén a tűzoltók találtak rá, majd átadták az édesapjának. Mi azt mondtuk neki, bármi történik, fusson a narancsfához, mondta megkönnyebbülten a fiú édesapja. A szokatlanul erős bozott tüzek egyre hevesebb politikai vitákat gerjesztenek Ausztráliában. Bírálói szerint Scott Morrison kormányfő nem kezelte elég komolyan a helyzetet. Egykori tűzoltó parancsnokok ezért csúcstalálkozót hívtak össze, hogy megoldást találjanak. Példátlan ez a tűz Új-Dél-Walesben. Eddig már háromszor annyi épület semmisült meg, mint a korábbi erdőtűz szezon alatt a történelemben. Ráadásul nyakunkon van a hőség, mondta Új-Dél-Wales állam egykori tűzoltó parancsnoka. Meteorológusok szerint az idei lehet Ausztrália legforróbb nyara. A hőhullám ezen a héten tetőzhet. Előrejelzése szerint megdőlhet az eddigi legmagasabb 50,7 Celsius fokos rekord, amelyet 1975-ben mértek az ország nyugati részén. Több mint 2 tucatnyi tornádó söpört végig az Egyesült Államok déli részén. Louisianában és Alabamában legkevesebb 3 ember meghalt, többen megsérültek. A forgószél fákat csavart ki tövestül, leszakította a háztetőket és a villanyvezetékeket. Mintegy 6000 háztartás maradt áram nélkül. Több lakóépület súlyosan megrongálódott, az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el. Vakon gördeszkázik egy 19 éves japán fiú. Fokozatosan vesztette el a látását, de annyira szereti ezt a sportot, hogy semmiképpen sem akarta abba hagyni. Még azt sem tartja kizártnak, hogy a jövőben elinduljon a paralimpián. A 19 éves Ryusei Ōuchi számára éles stílus a gördeszkázás. A japán tinédzser szerint az önkifejezés egy módja, amely nem csak remek kondícióban rugalmasan tartja az izmait, de nagyszerű adrenalin forrás is, miközben egy-egy jól sikerült trükk tömérdek boldogsághormont szabadít fel a testében. 4 éve űzi ezt az extrém sportot változatlan szenvedéllyel, csak most már a fehér botja segítségével. A fiú ugyanis ma már majdnem teljesen vak. Ōuchi egészségesen született, 7 évesen azonban egy gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak nála. Azóta folyamatosan romlik a látása, mostanra pedig már csak fehér bottal tud közlekedni. Ez azonban nem akadályozza meg őt abban, hogy szenvedélyének hódoljon. Most arra törekszem, hogy a fehér bot segítségével minél biztonságosabban tudjak gördeszkázni. Fogalmam sincs, hogy mennyire vagyok így biztonságban, de az élet már csak ilyen kiszámíthatatlan. A betegségemtől függetlenül imádok gördeszkázni, és ezt nem szeretném feladni, mondta a fiú. A tinédzser hetente többször is órákat gyakorol ezen a fedett pályán, és most arra olyan rutinra tett szert, hogy az utóbbi időben már új trükköket is tanult. Barátai szerint mérhetetlen kitartás van benne, és a lelkesedésével másoknak is erőt ad. Gördeszkázni szeretnék, amikor csak tudok, még ha vak is vagyok. Szeretnék büszke lenni magamra és megosztani a történetemet másokkal. Egy látássérült embernek rengeteg küzdelemmel kell szembenéznie. Szeretném, ha a társadalmunk megértőbb lenne, tette hozzá a fiú. A jövő évi tokiói olimpián az új sportágak között egyebek mellett a gördeszkázás is szerepel a programban. A fiú szerint még az sem kizárt, hogy egyszer majd paralimpián is összemérhetik tudásukat a látássérült gördeszkások. Nagyon sokan mondják nekem, hogy nem hiszik el, hogy vaklétemre gördeszkázok, ezt gyakran megkapom. Manapság ez még nem egy hétköznapi dolog, hogy valaki vakon gördeszkázik. De ha paralimpiai sportág lenne, azt hiszem sokan kíváncsiak lennének rá, és látni akarnák. Szerintem igazán hatásos paralimpiai sportág lehetne. Továbbra is versenyben van Tóth Barnabás filmje, az Akik maradtak, az Oscar-díjért. Az Amerikai Filmakadémia közé tette a nemzetközi filmek kategóriájának szűkített 10-es listáját, ahol a helyet kapott a II. Világháború utáni Budapesten játszódó magyar film is. A végső 5 jelöltet január 13-án jelentik be. Klára velem nem boldog.
Ha a doktor úr elvállalná őt, neki biztos jobb lenne. A második világháború után dr. Körner Aladár szülésznőgyógyász visszatér munkahelyére egy budapesti kórházba. Felesége és két fia a koncentrációs táborokban életüket vesztették. Az orvos csak a hivatásának él, újszülötteket segít világra és különféle nőgyógyászati panaszokat kezel. Mindjárt 16 éves. Más lányok már évek óta nagy lányok ilyenkor. Egy napon Klára, a 16 éves kamaszlány érkezik a rendelőjébe, aki a pubertáskor mellett családja elvesztésével is küzd. A lány az orvos személyében azonnal felismeri lelkitársát. Tóth Barnabás, Akik maradtak című filmjének története, két traumás, holokauszt túlélő barátságát, lelki egymásra találásának szépségeit és nehézségeit meséli el. Az alkotás augusztusban debütált Amerikában a Colorado-i filmfesztiválon, és azóta is több tengeren túli filmszemlén telt ház előtt vetítették. Magyarország idén ezt a filmet nevezte a 2020-as Oscar-díjra a nemzetközi film kategóriában. Az Amerikai Filmakadémia pedig a versenyben lévő 91 film közül az Akik maradtak című filmdrámát is beválasztotta a legjobb 10 közé. Az akadémia tagjai a következő hetekben szavaznak és döntenek majd arról, hogy a szűkített 10-es listáról melyik lesz az az 5 a legjobb nemzetközi film kategóriában, amelyek a végső versenyben marad, és azok közül melyik lesz majd az az egy, amelyik majd megnyeri a kategória Oscar-díját február 2. vasárnapján Hollywoodban. Az Akik maradtak F. Várkonyi Zsuzsa Férfi idők lányregénye című könyve alapján készült. A filmet a közmédia ajánlásával a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa 120 millió forinttal támogatta. A rendezőnek nem ez az első filmje, amely indul a legrangosabb filmes megmérettetésen. Tavaly a Susatás című rövidfilmje volt versenyben, az azonban nem jutott el a díjátadónak helyet adó Dolby Színházig.